Sziasztok, itt Amur és Feed the Beast Direwolf 20 modpakos Minecraft gameplay. Lecraftoltam 3 magmatic dinamót, hozzá 2 hardened energy cellát. Tudom, ebben a részben mistcraftolást ígértem, lesz is, de ha már itt járok, akkor ugye már van egy tele iron tank, 576 vödör lávánk. Akkor kezdjünk vele valamit. Ezt ígértem, hogy ezt fogjuk csinálni. Az energy cellákhoz, hoppá, rizimantyú, nem hoztam magammal energy conduitot. Abból is jó lenne, ha hardened. Használjuk, hogy nagyobb sebességgel tudja átvinni a dolgokat. Igen, a kicsit is fel tudjuk fejleszteni. Ha kell, nem biztos, hogy kell. 3 az kevés lesz. Jó, fejlesztünk valamit. Akkor rögtön kraftolással kezdünk. Hardened. Hol van? Itt van. Ezt mondja, ez a redstone, ez pedig a hardened energy conduit. Ez pedig egy invaringot kell, meg 3 vas. Na, azt mondja, hogy hardened. Nincs invaringot. Itt van, tessék. Adok neked invaringotot, és légy szíves, kraftold le, mert szeretném. Jó. Így már van 6 darab hardened. Hardened energy cellhez. Ha már itt vagyunk, vigyünk egy lépcsőt oda, szeretem a teljességet. Van is lépcsőnk. Egy lépcső elég. Igen, ám csak denevér módba tudunk oda bemászni. Éppen nem baj, majd megnagyobbítjuk majd az ajtót természetesen. Figyelj, haver, ott útba vagy. Nem kicsit. Nagyon zavaróan útba vagy. Megy erre arrébb? Nem jön arrébb, akkor majd máskor lerakjuk. Hardened energy cell 1, 2, 3. Forgassuk be. Ugye nálam van a kulcs. Nálam, jó. Helyes. 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 Töröltő állapotba kerültek. Ide berakhatjuk a 2 energy cellát. Egyszer, egyet. Hé, mondom cellát. Rossz szloton voltam. Egy. A másodikat is, és rakjunk neki egy ilyet. Így fogad. Azon az oldalon. Most minden oldalon fogad. Jó, jól van beállítva. Most már csak azt kell megoldani, hogy pedig kapjanak lávát. Méghozzá jó nagy mennyiségben. Ahhoz pedig a fluidektors cucc kell, remélem a 18 elég, ha nem, akkor még hozunk. Oké, ott kell ásnunk. Tehát kezd az előnye a... Igen, csak ott nem férek be, de ott majd beférek. Igen ám, jó lesz az. Ja, jól van. A lépcsőt még nem raktuk oda. Most már van ott lépcsőnk, helyes. Jó. Ott van a csapolnivaló. Szuper. Ott elméletileg ki fog jönni akkor is, hogyha nem adok neki redstone jelet, vagy itt mindenképp redstone jelre éhezik majd, de az iron tank okán, tök mindegy, hogy fluidekta, vagy liquid. Mi az Isten, ami a másik? Visszük át. Haver, megint ott vagy. Gyere ki. Gyere utánam. Jó. Na. Elméletileg szívnia kéne a cuccot, ezt majd lefedjük szépen. Beindultak a motorkák. Nem. Most régen úgy volt, hogy kellett alárakni egy redstone engine-t és annak kellett adni. És akkor tudta kiszipkázni szép lassan, úgyhogy akkor valószínűleg ez nem változhatott az Iron Tank-nak a működése, csak abban bíztam, hogy fluidaktal elmegy a nélkül is, de nem, akkor kaptulunk egy ilyen Redstone Energy Engine-t. Bocsánat, azt mondja, 3 az megvan, az van. Dugottyhoz kell egy vas, koble van nálunk, nincs, de a kis szaladgálónk, hát biztosan koble. Van bizony, jó. Akkor
magam is, amíg egy vasrút hé, nem akartam átállítani az oldaladat. Gyere, vasrút. Egy egész darab vasrút, komoly mennyiség. Itt. Na. Jó. Helyes, dugattyú megvan. Többi cucchoz még ez, ebből kell kettő. Jaj, de nincs ilyenünk. Oké, ez is megvan. Helyes, megvan. A Redstone Engine kell hozzá egy kar, amivel jelet tudjunk adni neki. Hoppá, ahhoz még kell maga egy rút. Oké. Volt valahol ilyen rudunk, de most nem keresgetem. Jól van, haver. Dadam. Jó. Oda kell berakni alá. Akkor már úgy csináljuk, hogy szép legyen, ezt rakjuk vissza. Egyébként szükségtelen dolgot csináltunk. Oké. Ide berakjuk alá, hát ez már nem szép a dolog. Ez van. Pumpálás megtörtént, és jön is a láva. Jó, ennyi volt a megoldás. Akkor ott fejezzük be, hogy tudjon hova menni. Én nem akarom végigcsövezni ezzel a Golden Pipe-val, de így viszont át fog tudni menni elméletileg. Gyakorlatilag nem? Hát ez nem fogadja? Miért nem? Az a lényeg, hogy beindultak el a motorok. Akkor bánom én, hogy mit ír ki. De nem indultak be a motorok, úgyhogy csak végig kell azt csöveznem, ez a csúnya. Fluidátot jobban szeretem, nem látszik mi megy benne, hogy megy benne. Miért nem megy ebbe bele? Ez itt a nagy kérdés, hogy nem megy bele, de lehet, hogy csak rossz helyre raktuk rá. Hát nem igaz, hogy nem lehet belemenni, na trepj fel, ha ágy. Akkor rakjuk a tetejére. Belemegy ez úgy, azzal nincs már gond. Viszont így a fluidaktal nem fogjuk tudni kihúzni, hogy oldalról engedi kihúzni, hogy ez csak alulról hajlandó valamit is. Ó, össze lehet kötni a két cuccot. Az nagyon korrekt, ha igen. Nézzétek, már összekapcsolódott. És a motorok beindultak. Még nem. Hát, amit kiszipkáz, lehet csak annyi a gond, az elhúzza ez. De ez most már ne töltődjön, már feltöltődhet. Legalább lesz egy feltöltött belőle, milyen gyorsan töltögeti. Egész jó sebessége, akkor megvárjuk. Közben azon agyalok, hogy az ML rendszeresre kellett volna nekem Industrial Craftos generátort építeni. El kell, hogy fogadja a termál expansionos energiát is. Ma meglátjuk. Megnézzük, mert a Billcraftossal tudom, hogy mert igazából az ML rendszer az kompatibilis minden energiával, én úgy emlékszem. Jó, feltöltődött, akkor most már viszont szedjük csak le. És akkor el kell indulnia, most már megy tovább. És el kell ezt indulni. Leszed össze, haver, ez az enyém. Na. El kell indulni a motoroknak. Ha most se indult el, akkor baj van. És elindultak a motorok, nagyon jó. És töltődnek a cellák. Töltődik először az alsó. Aztán gondolom, az feltöltött, akkor megy a felső is majd. Jól van. Először ott elnyeli az összes energiát, nem bolond az. Három motor nyomja bele. Ők belsőben nem tudnak tárolni, nyomják mindet tovább, illetve tudnának tárolni, csak most elszipkázza az összeset. A két energy cella nagyon jó. Na, ez működik. Jól működik. Látogat a két nézetkezet, de idegesítő. Látjuk rendesen, több mint bosszantó az ugrás. Jó, akkor úgy gondoltuk, hogy ma miscraftolni fogunk. Egész jó halad itt is a dolog. Látjátok, hogy kicsit meg kellett emelni a magasságát itt a teremnek, és onnantól kezdve elég rendesen termel ez a fafal. Ami jó nekünk, hogy ugyebár ez nem csak fát, nem tudok, ez a fával sem nagyon van gondom, hogy nézem. Ez az egyetlen kis mini farm, ellát mindent.
Mert hogy nézzétek, még az alma is jön dögivel. Szedjük ezt ki, mert nincs hova raknia. És ez nem túl sok idő volt, amíg Edni összegyűlt. Jó lesz ez, már ezeket sem nagyon tudja hova rakni. És akkor valószínűleg megáll és nem fog dolgozni. Nagyon király. Nagyon szuper. El van, és energiát azt tudom, hogy nem sokat eszik. Tehát ez a hardened, az még jó sokáig ki fogja bírni, még a lávasa fogyott el. Jó, ez hál' Istennek. Nincs ezzel gondunk. Almánk is van annyi, mint az állat. Valami bioenergiával is lehet lassan gondolkozni. Mert lesz belőle bőven. Akkor jó ezt a két stack almát, jó a harmadik verziót is. Oké, zsoki. Így nem nagyon van rendszerünk. Úristen, mennyi fa. Atya úr az égbe. Jó. Ide nem akarunk mást rakni. Oké, tehát a mai rész a mistcraftolásról kell, hogy szóljon. Kis üveget vegyünk magunkhoz. Ha új világban megyünk és érdemes megtartani, akkor természetesen. Na, akkor válasszuk ki azokat a lapokat, ami jól jöhet nekünk. Innen azt hiszem, elraktam mindent. Standard terrain. Nem tudok új notebookokat csinálni, még kevés a bőr. Nem álltam még mindig rá a maltenyésztésre nagyon. Van itt vagy 10 birka összesen, az előbb is leöltem bárra, de nem sok bőr dobtak. Azt kicsit nagyobb üzembe kellene alkotnunk. Na. Úgyhogy csak simán fogunk másra, hogy berakjuk. A standard terrain lap az kell nekünk. Tilet biom, single biom. Ezekből nem tudom, hogy van-e benn. Legyen most single biom, most ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Standard terrain a single biom, igen. Bondless sky. Esetleg azért csináljunk ne single biomot. A hook biom az azt hiszem 3 vagy több biom kell. Jó a single, most egyet próbálunk ki. Ez a Bondless Sky, ez nem tudom pontosan mit jelent. Ez a normal lighting az nem árt. Nyírfal blokk, natural fog color. Az is az arra, ha esetleg nem természetes színe lesz ez a... Ez meg kellene egy olyan lap, ami olyan napra, holdra vagy valamire vonatkozik. Úgyhogy ezt hagyjuk a void világot, ne filtassuk. Nyírfal blokkot rakjunk be. Nem kell, mert ilyen fa blokkos világunk van már. Jó. Ennyit rakunk bele a lapból. Plusz, na, változunk már vissza, mert zavaró. Amurkám, hol vagy? Itt vagy. Oké. És akkor másolgatni tudunk, ha berakjuk biomokból, mi kell lesz nekünk. Nedert nem akarunk, Tynet Pastor, ez nem tudom pontos, a Silk Glade. Silk Glades biom, próbálj ki a Silk Glades biomot. Overground, azt tudjuk már, milyen Canyon Ravine, Orchard. Orchard az, ahol minden fának van valami gyümölcse. Mystic Grove, Quagmire, Mushroom Island, Vulkános, Steppés, Pastor Meadow, Bog Biome, Overgrow Beach Biome, Lavender Fields. Ez a bog, nem tudom pontosan mit csinál. Bog, bog, bog. Próbáljuk ki. Akkor jobb klik rá, és akkor van egy másolatunk már is róla. Szuper. Rakjuk be a standard terrain biomot is ide, csak azért, hogy tudjuk lemásolni. Oké, ez is megvan. Azt mondja, standard terrain bog biom. És akarjuk, hogy single biom legyen, ugye? Persze, hogy akarjuk. Tilet biom van már. Rakjuk bele a single biomot. Ezt majd összerendszerezzük, ha lesz miből. Oké. És hogy normál lightningot akarjunk. Normál fényviszonyok, legyenek. Jó. Oké. Elfogyott a papírunk. Rakom majd ide papírt, hiszen van miből csinálni papírt. Kár, hogy ebből nem lehet visszacsinálni a könyvből a papírt. De lehet, hogy valamivel vissza lehetne ez a visszakraftó. Van valami visszakraftós asztal. Nem tudom, hogy ebben a módban benne van, majd megnézzük. Pár papírt csináljunk, mert utána elfelejtem, és amikor kell, akkor majd nem lesz.
Oké. Egy ideig megint elég lesz. Lapgyártáshoz tinta itt még van. Zsokéfej. Akkor ezek mind már másolatok. A normal landing page-t is lemásoltuk, ugye? Igen. Oké. Akkor meg tudjuk csinálni a bookbinderbe. Kell nekünk egy marhabőr. Igen, és kell lesz hozzá még innen. Aha, tinta is kell majd mindjárt. Oké, és oké. Tinta belerakva. Ide. És már is tudunk egy link panelt csinálni. Helyes. Tehát szükséges egy marhabőr, egy link panel. Ez adja magának a könyvnek a borítóját, nem is tudom, hogy mondani. Minél több lapot belerakunk, annál biztosabb olyan lesz a világ, amit mi szeretnénk, és a randomitást megpróbáljuk kizárni. Nos, single biomot akarunk, ez bog biom legyen, megnézzük, hogy milyen, standard terrain és normál fényviszonyok. Ennyit tudunk garantálni jelen pillanatban. Aztán minél több könyvtárat fosztunk ki, ez annál jobb lesz a helyzet. Oké. Van akkor egy nagyon jó kis könyvünk. Reméljük, hogy nagyon jó kis könyv. És rakjuk le hozzá. Így. Oké. Hop, link in book. Azt elfelejtjük, az durva. Akkor buktuk ezt a világot vissza, csak nagyon nagy hülyeségekkel jutunk, ami mi is kell. Nekünk kell, igen, egy ilyen link panel, meg egy bőr. Jó. Igen, és ennyi volt a bőrünk, tehát nagyon nem tudunk szórakozni. Ezt egymás mellé pakoljuk sima crafttal, és meg is van az unlinked bookunk. Ezzel jobb klik, és már is vissza is tudunk jönni, helyes. Na nézzük, mit dob ki a random itás. Nézzük meg a 8-as age-et. Haver, ez itt a nagy kérdés. Hóesés kellős közömére. Ez biztos. Lillaság. Láttam a kezdőpont, az kezdőpont. Térképen már tudjuk, egy kicsit lassan kraftolja le nekünk, de megtörtént. Ad ezt már hallom. Csak még egy az FPS-em olyan gyengus. Te ki vagy? Te egy globe vagy. Az életben nem láttam még ilyen kütyű fejet. Jó sokan szórakoztak. Lesz jó sok ilyen kütyüm. És még vagytok. Meg szeretnék ide építeni egy kis falat, hogy végén hagyjanak az ilyen kütyük. És körbenézni majd utána. Na haver. Jó van. Na. Nem kell túl nagy nekünk. Csak hogy végén hagyjanak ezek a bambaságok. Jó, kis pauz, majd leraktuk a linking bookot is, ha esetleg valahol elpusztulnánk, akkor azt fixálni, tudjuk, hogy hol van a linking book, a visszavezető út, az legyen fix helyen. A kiindulási pont az úgyis jelölve van a térképen, ti is jelöljétek, és akkor innen tudunk elrepkedni, és megnézni, hogy merre lehet többek között a könyvtár. Úgy tapasztaltam, hogy akár több könyvtár is lehet, ami is nagy hülyeség, hiszen elég nagy egy ilyen világ. És akkor most már tudjuk, milyen ez a
Bog World. Itt lenne ez a voidos semmi. Uh-huh. Hát illetve hát ez nem ettől függ. Ez Skype. Tehát a telepégőbe lógnak a különböző szigetecskék. És az a lilla az a void. A nagy semmi. Na, ilyen világot még nem láttunk. Elég érzi a gépet, azt úgy látom. Meg kéne keresni a... Nem lesz túl élvezetes, szerintem. Ha még egyszer ilyen belassulás lesz, akkor pauzolok, és majd aha, viszont. Ahhoz képest a standard terrent kértem, hát ez nem a standard terren. Hiszen itt skyblockos az egész. Na mindegy, ezért indítottam újra el a felvételt, mert ez a kristályok, ezek a Mistcraftos, ez egy Mistcraftos egyedi blokk. Ebből tudunk portál, kaput csinálni, és abba belehelyezve egy könyvet, szépen portál kapuként működik, mint mondjuk a Netherbe való portál kapu, úgy pukkan el, mint a Glowstone. Azt hiszem a legutóbb is gyűjtöttem valamelyikbe. De mindenképp meg akartam nektek is mutatni. Jó. Hol szia csirke? Lesz egy csirkénk. Jól van. Oké. Menjünk tovább, és ha majd ha megtaláltam a könyvtárat, vagy megint látok valami érdekességet, akkor megint elindítom. Mert szép ez a világ, jól mutat, csak ha ennyire beszélgetek, akkor nem fogjátok tudni élvezni a látványt. Normál Minecraft-a ilyen világot nem nagyon látunk. Ahol az égbe. Égből csüngenek le a szigetek. Ez nagyon egyedi. Le tudunk süllyedni szépen olyan mélységbe, hogy alulról lássuk ezt az egészet, vagy nem enged. Aha. Szuper. Látszik, hogy hol van esetleg valahol értékes fém, de nem nagyon jellemző. Tebb kedvem úgy se jó bányászni. Jól van. Hol lehet a könyvtár? Ott a könyvtár! Szuper! Azt a mindenségét neki. Hát ez messziről kiszúrható. Úgy látom, az másik világban lévő megjelölt ponttal. Látjátok? Ott piros ponttal jelöltem egy másik világban is megtalálni, mert akkor lehet, hogy a többi is ugyanott van. Hoppá, rizim, mondjuk. Ne robbansz szét nekem. Nem szeretném. Hát szétrobbantotta, nem baj, mert kárt nem tett. Az lezúgott, az a zombi. Lesz akkor még más is? Persze, hogy lesz. De kis szemetek, hogy ott vannak. Essél már le. Na. Én éhes vagyok, és nem fogom tudni így. Ez az ellökés is olyan hülyeség. Na, hogy... Szuper, van még benne valaki? Úgy látom, senki. Dehogy nem. Adatokozódott be valaki. Jó, de mi én most enni fogok. Mielőtt legyőzlek. Zombi is van a pókhálóban valahol. Világítsuk csak ki egy kicsit a termet, mert idegesít. Hogy nincs fény. Na, te vagy ott. Meg még ki. Kiszabadítalak, hogy kinyírjalak. Látod, milyen vagyok. Jól van. Ó, egy zombi bácsi is. Szevasz. Belagadtunk, nem baj. Kis pókhálós a sárt. Oké, kiszabadítottuk magunkat, akkor szét lehet bontani a könyvtárat. Mert hogy ez volt a célunk. Na. Hogy új lapokat találjunk. Ez a világ, ez nagyon eszi a gépemet.
azon kívül, hogy szép jelen pillanatban más hasznát nem látjuk. De viszont, ha ilyen könnyű megtalálni a könyvtáratot, lehet még kalandozunk, hát ha találunk másikat is, hiszen mondom, az egyik világban találtam 2 darab könyvtárat. És azt bejelöljük, és tényleg hasonló helyen van minden világban, akkor az nagy királyság. Ugye? Hú, mennyi lap egy helyen, na ezeket fel kéne szedni, mit dobjunk ki, mi ez a moodball, és mire jó, nem tudom igazából. Nyers csirkehús, tól, ennek nem veszük használt túlságosan. Mit dobjunk még ki? Ez se kell nekünk. Van még ott lapként. Ezt a szendet is eldobhatjuk. Mit dobjunk még ki? Három. Jó, maradt még ott kínlap? Nem. Ládikó se hat meg. Jó. Hamondó vagyok, hogy pauzolok. Váááá, nézzük meg, mi volt ez. Purple szín. Na, egy lila színt kaptunk. Overcastot, azt majd utána nézzük, hogy pontosan mit jelent. Surface lakes, felszíni tavak. Bamboo forest, bambus erdő biom. Plains mező, vagy nem is tudom, alföldi biom, síkság. Ravines, az jó lesz. Most nézem, hogy a Reston Volume 1 by Amour írják, nem én vagyok. De van egy mob készítő, akit szintén Amour néven fut. Oké, összeszedtük, amit akartunk. Az lesz a gond igazából, hogy ha találnék is más helyet, még könyvtárat, úgy jöttem. Annyiunk már ki valahogy. Nem tudnám hova rakni. Úgyhogy lehet vissza kéne menni, vagy ha más nem ott visszamenni, és attól még megtalálhatjuk és megjelölhetjük a másik könyvtárat, ha lesz. Nézzük csak meg a mappot, hogy hát ez könyvtár levendul a világba jelölve. Itt van ugyebár a Linking Book, egy Nether bázis. Én nem akarok markert. Azt mondja, hogy a felső itt. Ez egy Pokespawner a másik térképen. Nem jelöltem meg a másik könyvtárat, amit találtam. Kár. Jól van. Hát azért még nézzünk szét. Majd jelentkezem. Úgy látom, hogyha olyan területen megyünk visszafelé, ahol ugyebár ma jártunk, akkor nem olyan vészes az FPS-esé. Tehát olyankor akadt ki rendesen, amikor épp le kell generálni a világot, amerre megyünk. De szépen néz ki ez is. Nagyon kafa. Oj, micsoda cicák. Miau. Na. És hol is van a linking bookunk? Hát rászkodtam, már most is belassult. De lehet, hogy nem arra jöttünk akkor, hanem egy kicsit beljebb. És itt le kellett generálni ezt a részt. Valószínűsítem egyébként, ez lehet a gond. Hát ezt most nézzétek, ennyi látás, igen. Akkor menjünk beljebb, valószínűleg ott mehettünk. Vagy épp, hogy kiebb. Hogyha egy van, alba jöttünk. Meg vagyunk. Itt van a linking bookunk. Kis havas falakkal körbevéve. Hol lett a hang? Én látom. Oké, szuper. Pazarlás, tudom, de van még bőven. Legalább 2 magas legyen, akkor nem tudnak csak úgy beugrálni a mobok, esetleg egy kis pók bemászik, vagy aki tud repülni, bejön. De nem rögtön tudnak körbevenni őten, ha esetleg ide akarnék még jönni, de lehet, hogy nem fogok egyébként, de gyanítom. Úgyhogy menjünk csak haza.